Tehát Márk evangéliuma 11. fejezete 27. versétől olvasom Isten igényét, és ott a következőket olvasuk. Ismét bementek Jeruzsálembe. És amikor Jézus a templomban volt, oda mentek a főpapok, az írástudók és a vének, és így szóltak hozzá. Milyen hatalommal cselekszed ezeket? És ki adta neked ezt a hatalmat, hogy ilyeneket tegyél? Jézus pedig így válaszolt nekik. Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János keresztsége mennyből való volt-e, vagy emberektől? Válaszoljatok nekem. Azok pedig így tanakodtak egymás között. Ha azt mondjuk, a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy talán mondjuk azt emberektől? De féltek a sokaságtól, mert Jánosról mindenki úgy gondolta, hogy valóban próféta volt. Ezért így feleltek Jézusnak, nem tudjuk. Jézus pedig ezt mondta nekik, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. És ekkor példázatokban kezdett szólni hozzájuk. Egy ember szőlőt ültetett. Kerítéssel vette körül, borsajtót ásott és őrtornyot épített. Azután bérbe adta a szőlőmunkásoknak, és idegenbe távozott. Majd amikor eljött az ideje, elküldött a munkásokhoz egy szolgát, hogy megkapja tőlük a részét a szőlő terméséből. De azok megragadták a szolgát, megverték és elküldték üres kézzel. Ismét elküldött hozzájuk egy másik szolgát, ezt pedig agyba főbeverték és megalázták. Újból küldött egy szolgát, ezt megölték. Azután sok más szolgát is. Némelyeket megvertek, másokat pedig megöltek. Volt még egy szeretett fia. Utoljára őt küldte el hozzájuk, mert azt gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. A munkások azonban ezt mondták egymás között. Ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és milyen lesz az örökség? Megragadták, megölték őt, és kidobták a szőlőn kívülre. Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. Vajon nem olvastátok a Szentírásban? A kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ekkor el akarták őt fogni, de féltek a sokaságtól, mert megértették, hogy róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták őt, és elmentek. Néha-néha az a fejezetbeosztás az nem pontosan úgy jön ki, ahogy kellene. Még az is érdekes, hogy itt ugye Márk evangéliumában két fejezetben van ez az egy történet, más evangéliumban meg egy fejezeten belül van ez. Ugye ezt a fejezet beosztást később találták ki, hogy vissza tudjuk találni a történeteket. De igazából itt egy dologról van szó. Ugye egy időpontban, egy helyen történik az. Az Úr Jézus előző nap, két napon korábban bevonult Jeruzsálembe, ugye az volt virágvasárnap. Aztán a következő napon az Úr Jézus visszament Jeruzsálemben, elküldte az árusokat és a pénzváltókat a templomból. Aztán a következő napon, tehát ha követjük a dolgokat, akkor keddi napon az Úr Jézus újra bemegy a templomba, szeretne tanítani, hogy az lesz a folytatás, de találkoznak az Úr Jézussal, ahogy olvastuk, a főpapok, az írástudók és a vének. Tehát hármas csoportról van szó, ez volt a nagy tanács. Tehát ezekből az emberekből állt a nagy tanács, és a nagy tanács volt a legfelsőbb bíróság Izraelben. Ugye a fontos kérdésekben ők döntöttek, például abban a kérdésben is ők döntöttek, hogy melyik a hónap első napja. Tehát volt egy külön időbeosztási bizottság, akik eldöntötték közösen, hogy mikor kezdődik a hónap, ugye az azért fontos, hogy a megfelelő napon tudják megtartani az ünnepeket.
De ők vallásos kérdésekben is, de még rengeteg más kérdésekben is, ők mondták ki az utolsó szót, a végső döntést. És a templomban volt nekik egy tanácstermük. Az még érdemes tudni. Nem biztos, hogy ott minden nap jöttek össze, illetve nem minden nap mindenki, de volt egy külön tanácstermük ott a templomban, tehát közülük néhányan ott lehettek, amikor előző nap az Úr Jézus ott ugye a nagy udvaron kezdte elküldeni az árusokat a templomból, hogy hát ez Istennek a háza, ez imádság háza. És ezért nem is olyan meglepő, talán, amikor a következő nap az Úr Jézus újra ott van a templomban, és ki tudja, hogy éppen tanácsnap van, vagy mit tudom én, a keddi nap az olyan volt, hogy akkor a zsinagógákban is tartottak egy biblia tanulmányozó napot például. Tehát nem is olyan furcsa, hogy itt írástudók, főpapok, vének ott is vannak a templomban. Van egy-két ember magyarázott, azt mondta, hogy hát ezt már csak úgy kitalált, hát, mert honnan jön hirtelen ez a sok fontos ember. Hát ott van a tanácstermük. Tehát nem csodálkozom, hogyha a Kossuth téren járok Budapesten, hogy találkozom egy miniszterrel, az nem olyan furcsa. Az lenne furcsa, hogy itt Szekszárdon a Béla téren járnék és találkoznék egy miniszterrel, az lenne a furcsa. De ha én oda megyek, hol ők is szoktak lenni, akkor ez nem olyan furcsa. És látják, hogy megint ott van az a Jézus. És akkor onda bennek is föltesznek egy kérdést. De ugye nem kíváncsiságból teszik föl a kérdést. Ugye? Nem úgy van, hogy elfogadták volna, hogy az Úr Jézusnak van hatalma embereket kiküldeni a templomból, beleszólni a templom ügyeibe. Ugye nem azért teszik föl a kérdést, hogy milyen hatalommal cselekszed ezeket, ki adta neked ezt a hatalmat. Nem kíváncsiságból, hogy jaj, de jó, hogy végre valaki ezt csinálta, egyáltalán nem. Ugye ez kikérdezés. Ők bírók. Az ő kezükben van a hatalom. Nehogy már valaki más beleszóljon az ő ügyeibe. Bár nem mindenkinek tetszett az, hogy a főpapi család jóva hagyta, hogy legyen ez a nagy piac a templomban. Ugye hát ez a főpapi családnak az érdekeltsége volt részint. Mondom, nem mindenkinek tetszett az, tehát ők nem szóltak bele. Akkor ki ez a Jézus? Ez a vidéki hitszónok. Az honnan veszi a bátorságot? Van-e neki egyáltalán joga ezt megtenni? És újra mondom, nem kíváncsiságból kérdezték, azt akarták, hogy az Úr Jézus mondjon valami választ, aztán majd abba bele fognak kötni. Kikérdezés zajlik itt? Vagy, ahogy itt ugye fölírtam, törvényeségi kérdést tettek föl. Mutasd meg az igazolványodat. Megvan neked az a hatalmad? Ha igen, akkor honnan? Kitől? Szóval az Úr Jézus viszont kérdez. Kérdezek tőletek valamit, feleljetek rá, és akkor megmondom nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Vajon János, tehát Keresztelő János keresztsége, mennyből való volt-e, vagy emberektől? De mit csinál itt az Úr Jézus? Kikerüli a kérdést? Hogy hát akkor először beszéljünk valami másról, hogy ne kelljen erről a kérdésről beszélni. Az Úr Jézus nem akarja elmondani, hogy honnan van a felhatalmazása? Hát miért nem mondja ki? Legyen már világos, ugye ő mondhatná, hogy hát az Isten küldött, Isten fia vagyok, tehát azért vagyok itt, tehát ez atyámnak a háza, hát onnan van nekem a jogom ezt csinálni. Mondhatta volna, ugye simán, de ahogy mondtam, akkor abban biztos, hogy belekötöttek volna, hogy mi az, hogy a te atyád háza, akkor Isten nem a mi atyánk. Vagy Istennel teszed magadat egyenlővé. Mi itt az egész? De az Úr Jézus ezt most ebben a pillanatban még nem akarja kimondani. Majd később, ugye az lesz a nagy kérdés majd, ez lesz az ítéletnek az alapja majd, a nagy tanácsnál, de az Úr Jézus most ebben a pillanatban azt a nagy tanácsot akarja szembesíteni egy kérdéssel, amely majd elítéli őt. Az Úr Jézus itt arról akar beszélni, hogy alkalmas-e a nagy tanács arra, hogy ítéleted mondjon, hogy valaki Istentől kapott-e felhatalmazást valamire, vagy sem. Ugye azt akarja az Úr Jézus itt tisztázni
amikor felteszi a kérdést, hogy volt itt még egy különleges ember a közelben, a Jordánon túl, aki ott keresztelkedett. János. Hát amit ő csinált, az Istentől volt-e, vagy embertől? Ők törvényességi kérdést tettek föl, hogy az Úr Jézusnak van-e joga, felhatalmazása megtenni azt, amit tesz. Az Úr Jézus alkalmassági kérdést tesz föl. Hát ha mondanám is a választ, akkor majd derüljön ki először, hogy ti ebben a kérdésben tudtok-e valami érdemben, vagy érdemben valamit mondani. Akármit mondok. Legyen már világos. Vegyük Keresztelő János példáját. És ugye nagyon jó példa, mert Keresztelő János valami nagyon különleges dolgot tett, megkeresztelt embereket. Ami a Bibliában csak a papszentelésnél fordul elő. Ugye Mózes 5 könyvében, amikor a papokat felszentelik, akkor van ilyen keresztelési szertartás. Egészen odáig, hogy megjelent Keresztelő János, és közönséges embereket kezdett megkeresztelni, ez a papok kiváltsága volt. Akkor mit csinált ez a János? Ugye? Ez a János is azt hirdette, hogy mindjárt jön valaki, aki az Isten országát állítja helyre. És Isten országa arról szólt, amikor Isten szövetséget kötött az ő népével, hogy papok királysága lesz az ő népe. Tehát királyság, tehát van neki királyuk, Isten lesz az. Ő ugye egyeduralkodó, de nem akármilyen, irgalmas, hosszú tűrő. Isten bemutatta magát már az Ószövetségben, hogy ő milyen Isten. Ő lesz a király. És az alattvalók milyen emberek lesznek? Hát papok, szent emberek. Az volt az eredeti ajánlat Isten részéről. Aztán közben jött az aranyborjú, amikor Izrael népe Istent helyettesítette egy szoborral, aztán közben jött még sok minden más az Ószövetségből, amiből kiderült, hogy ez a nép nem tud olyan szentül élni, nem tud olyan hűséges lenni az ő királyuk iránt. És akkor jön János, Keresztelő János, és azt hirdeti, hogy mindjárt jön az a férfi, akit Isten ígért, aki ezt a helyzetet meg fogja oldani. Hogy mégiscsak papok királysága lehessen Isten népe. És annak jeléül elkezdi megkeresztelni közönséges embereket. Akik ezáltal kifejezték, hogy akarnak készülni abban arra a pillanatra, amikor tényleg papok királysága lesz Isten népe. Ugye ebben a keresztségben mindig van egy fogadalom is. Hogy megígérem azáltal, hogy Istenre fogok hallgatni. Nos, ez a Keresztelő János honnan kapott erre felhatalmazást? A nagy tanács mondja ki, mert ugye ilyen kérdésekben, vallásos kérdésekben a nagy tanács az illetékes. A Biblia szerint is, ő szerintük is. Na, akkor erről is mondjatok valamit. Akkor nézzük meg, hogy tényleg illetékes bíróság-e ez a nagy tanács, tudnak-e döntést, megalapozott döntést hozni olyan kérdésben, hogy valakinek Isten tőle van a felhatalmazása valamire, vagy csak ez csak ő találta ki. Na, olvastuk a folytatást. Bajba voltak. Azt fogjuk mondani, hogy Keresztelő Jánosnak Istentől volt erre felhatalmazása, akkor mit fog ez a Jézus csinálni? Azt fogja megkérdezni, akkor miért nem hallgatatok rá? Nem? Tehát olyan egyszerű. De hát az Úr Jézus csak két lehetőséget adott nekik. Ugye, vagy Istentől van, vagy nem. Odaig nem ment el az Úr Jézus, de lehet még a nagy tanács sem, hogy az ördögtől lett volna Keresztelő Jánosnak a felhatalmazása. Azt ők sem merték elmondani, ők is abban voltak, hogy hát vagy Istentől volt, vagy nem. Ha nem volt Istentől, akkor ő ezt magától találta ki. Ugye
Az Úr Jézus itt arra kérdez rá, hogy keresztelő János milyen jelt tett, milyen keresztelt. És a jel, az a pecsétje volt keresztelő Jánosnak a tanításán. Valaki meghallotta keresztelő János tanítását, ha befogadta, akkor megkeresztelkedett. Erre kérdez rá az Úr Jézus. Főpapok, vének, írástudók nem keresztelkedtek meg, tehát nem hallgattak keresztelő Jánosra, tehát más véleményük volt, akkor mondják már el, hogy minek alapján. És a párhuzam természetesen az, hogy az Úr Jézus is éppen megmutatott egy jelet a templomban. Amikor ő megtisztította a templomot az árusoktól, ő is megmutatott valamit. Egy olyan jelt csinált, amely alátámasztotta az ő egész tanítását. Ugye ez itt a párhuzam, amit az Úr Jézus von. Mert arról akartak beszélni, hogy az Úr Jézus milyen felhatalmazással teszi ezeket a dolgokat, amelyeket éppen csinált. És a nagy tanács az egész ugye nyilvánosság előtt azt mondja, mivel azt nem akarták mondani, hogy Jánosnak Istentől van felhatalmazása, mert azt igazából nem hitték el, de nem mertek hazudni sem, hogy hát csak emberektől van neki felhatalmazása, magyarul önmagát hatalmazta fel, mert a nép igazi prófétának tartotta őt, ezért a nagy tanács az ünnepi sokaság előtt, mert ugye Páskára készülnek, az ünnepi sokaság előtt a templomban a nagy tanács kijelenti, mi nem tudjuk eldönteni, hogy valakinek Istentől van-e felhatalmazása, vagy sem. És három nap múlva mégiscsak fognak ilyen döntést hozni. Értitek, hogy milyen nagy dolog csinál itt az Úr Jézus? Tehát ez nem ilyen adok-kapok, hogy na vitatkozunk egy jót, hogy te is zsidó rabbi vagy, én is zsidó rabbi vagyok, akkor vitatkozunk valami lényegtelenről. Egyáltalán nem. Az Úr Jézus itt arra veszi rá a nagy tanácsot, Isten népének a látható veszetősége, hogy kimondják az alkalmatlanságukat. Ők nem illetékesek ilyen kérdésben döntést hozni. És még alszanak kettőt, és akkor pont ilyen ügyben fognak döntést hozni. És miután ők beismerték az alkalmatlanságukat, az Úr Jézus mond egy történetet nekik. Egy ember szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót ásott, őrtornyot épített, és ugye itt a Biblia ismerő beszél a Biblia ismerőnek. Tehát amikor valaki így kezd egy történetet, akkor a másik azonnal hallja az idézetet. Hát ez a Jézus itt nem csak úgy valamit mond, ő Isten szavát idézi. Ézsaiás 5. fejezetében van ez a történet, ahol a próféta mond egy történetet, egy tanmesét, ugye, modern szavakkal, amely pontosan ugyanúgy kezdődik. Isten többször is önmagát idézi, akkor tudjuk, hogy még mindig ugyanaz az ember beszél, vagy a próféta idézi a másik prófétát, és akkor tudjuk, hogy ugyanaz a küldő van a háttérben. Ja, az történik itt is. Ézsaiás története arról szólt, hogy volt egy tulajdonos, aki nagyon szép szőlőt épített, aztán a szőlő rossz gyümölcsöt adott. Ézsaiás történetében a szőlővel volt a gond. Ézsaiás arról beszél, hogy mindjárt jön a fogság. Az egész nép olyan állapotban van, hogy nem adja meg azt a gyümölcsöt, amit Isten elvár, bár Isten mindent megadott nekik, örökséget, ugye azt a földet, ahol lakhatnak, útmutatásokat, még prófétákat is, még vezetőket is, bár nem mindegyik vezető hallgatott Istenre, de volt köztük olyan is, mi is Isten mindent megadott az ő népének, hogy azt az életet éljék, amelyet Isten kért tőlük. Nem Istennel volt a gond.
Ő mindent megtett. Erről szól az a történet Ézsaiás könyvében. Csak a szőlő nem mondja meg a gyümölcsét. Hát akkor mit kell csinálni? Hát akkor lehet összetaposni a szőlőt és újat építeni. De itt ugye nem a szőlővel van a gond. Az Úr Jézus idéz egy történetet, és hirtelen benne van egy csavar. Ugyanaz a helyzet. A szőlő marad. A szőlő ugye Isten népe. Isten még mindig mindent megad, hogy az ő népe adja meg a gyümölcsét, a szent életet, a jó cselekedeteket, ha szabad így mondanom. Most nem azon van a gond. Mondom, az Úr Jézus olyan emberekhez beszél, akik ismerték azt a másik történetet. Amikor a szőlővel volt a gond. Most az Úr Jézus mondja, szőlő rendben van. Gyümölcs is van, nem is kevés. De most a munkásokkal van a baj. Akik dolgoznak ebben a szőlőben. Magyarul. Azok az emberek, akiknek az a dolguk, hogy a szépen kiépített szőlőben dolgoznak azon, hogy az a szőlő megadja a gyümölcsét. Olyan lefordítva, azok az emberek, akik vezetik Isten népét. A lelki vezetők, a társadalmi vezetők, ami ugye náluk egy és ugyanaz. A munkások nem akarják megadni a tulajdonosnak a gyümölcset. Maguknak akarják. Bármi termel az a nép, az legyen az ő dicsőségükre. És Isten küldi, vagy a tulajdonos küldi a szolgát, hogy hát az Úr mégiscsak kéri a gyümölcsét, még nagyon szépen fogalmaz, hogy a neki járó részt kéri, nem is az egészet, hanem a neki járó részt kéri, és a munkások megragadják a szolgát, megverik, és elküldik üres kézzel. És ugye ez megismétlődik, de egyre durvul a helyzet, hogy a következőt már megölik. Nem akarjuk oda az Úrnak az ő részét. És a végén, hogy az a jelenet, azt a jelenetet olvastuk, amikor a gazda magában azt gondolja, hogy itt van az Esszá fiam, akit én szeretek. Ha őt küldem, az olyan lenne, mintha én magam jelennék meg. Hát őt csak fogják megbecsülni. Ugye? A tulajdonos választotta ki a munkásokat, tehát ő valami fantáziát látott ezekbe az emberekbe. Ezek az emberek meg hálásak lehetnének, hogy van munkahelyük abban a szőlőben, és az Úr küldi a saját fiát. Azzal a gondolata, hogy őt csak fogják megbecsülni. És amikor a munkások a fiút látják, akkor már rég nem azon gondolkodnak, hogy a gyümölcsöt szeretnénk megtartani magunknak, hanem már tovább fut a gondolkodásuk, hogy ott van az a fiú, akié lesz a szőlő. Tehát bármit csinálunk most, még a következő 25 éven keresztül, hogy nem adjuk oda az Úrnak a részét, valamikor a fiú eljön és az ő helyébe lép. Ha a tulajdonossal valami történne, akkor a fiúé lesz az egész szőlő. Hát, hogy így van a helyzet, akkor van jobb ötletünk is. Akkor nem csak a gyümölcsöt tartjuk meg magunknak, hanem öljük meg az örököst. Akkor többé nem lesz vita, hogy kié ez a szőlő. Akkor milyenek lesz? Ha nincs örökös, akkor majd rajta leszünk, hogy milyenek legyen az egész szőlő. És megölik a fiút. És hogy ezzel igazából az Úr Jézus elárulja nekik, a nagy tanácsnak, hogy ő tudja az ő gondolkodásukat. Már olvastuk 11-18-ban. Amikor az Úr Jézus megtisztítja a templomot, és azt mondja, hogy ti rablók barlangjába tettétek, akkor a 11-18. Versben azt olvassuk, meghallották ezt a főpapok és az írástudók, és keresték a módját, hogyan veszítsék el.
De mit fog tenni a tulajdonos? Mondja az Úr Jézus, ugye? Történetnél maradva. Eljön, és elpusztítja, mit csodát, a szőlőt? Nem a szőlőt, a szőlővel nincs semmi gond. Elpusztítja a munkásokat. És azután másoknak adja a szőlőt. És ugye az Úr Jézus itt a vezetőkhöz beszél. Azokhoz beszél itt az Úr Jézus, akiről már kiderült, hogy igényt tartanak arra, hogy minden fontos kérdésben az utolsó szót mondják ki, de kiderült az is, hogy igazából a legfontosabb kérdésekben ők alkalmatlanak arra, hogy ítéletet mondjanak, mert nem az igazság szerint fognak ítéletet mondani. És akkor az Úr Jézus mondja ezt a példát, ami ugye nagyon éles. És már beszéltünk róla, hogy az utolsó fejezetekben az Úr Jézus egyre inkább a királyi hatalmát mutatja meg. Tehát nem a prófétai tanítását. Itt sem prófétaként beszél az Úr Jézus, hanem mint király beszél, aki még ugye a nagy tanács fölött áll. Ti döntést akartak hozni rólam? Hát akkor mutassátok meg, hogy alkalmasak vagytok erre. De nem alkalmas ez a vezetőség. Nem a néppel van a gond. A nép között többen is voltak, akik megtértek Keresztelő János ígéretetésére. A nép között majd elég sokan lesznek, akik miután az apostolok elkezdik hirdetni az evangéliumot, az Úr Jézushoz térnek. És ugye ott van a folytatás. Azok az emberek, akik megtermik a jó gyümölcsöt. Csak Isten népének a vezetése többé nem a nagy tanács kezébe lesz, hanem az apostolok kezébe lesz. És akkor a végén az Úr Jézus abból a zsoltárból idéz, amit énekeltek, amikor bevonult Jeruzsálembe. Ugye? Akkor azt a részt emelte ki Márk nekünk, hogy áldott, aki jön az Úr nevében. De utána következik ez a sor, amit az Úr Jézus most idéz. Amikor szerintem lassan már mindenkinek teljesen világos, hogy az Úr Jézus miről beszél. De legalább a nagy tanács tudja, hogy az Úr Jézus ismeri az ő gondolatait. És azt mondja, idéz abból a zsoltárból, amely előző nap elhangzott, a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő. Az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Na, látjátok, hogy az Úr Jézus megadja az első kérdéssel is a választ. Ugye ezért akartam egybe olvasni ezt. Itt a példázat végén az Úr megáll, nem folytatja a példázatot, hanem visszanyúl a következő naphoz, és ezt mondja nekik, hát, ti jó, hogy a nagy tanácsban vagytok. Nagyon okosak vagytok. Ti ismerik azt a zsoltárt, amit akkor énekeltek, amikor bejöttem. Hát abban mi van még benne? Benne van a válasz a nagy tanácsnak a kérdésére. Honnan van neked fel hatalmazásod? Hát az majd ki fog derülni, amikor az építők elvetnek egy követ, amiből Isten sarok kőt fog tenni. És abban benne van a válasz. Honnan van neked jogod? Majd meglátjátok. Miből? Abból, hogy az építők megvetik és elvetik a követ, de Isten sarokkővé teszi. A folytatásnak az alapjává teszi. A keresztény egyháznak az alapjává teszi. Akkor fog kiderülni. Ugye? Húsvétkor. Nekik abból, hogy kezd terjedni a hír a városban, hogy az Úr Jézus feltámadt.
És tudjuk, hogy akkor ők majd mit tesznek. Megint ugye a csel szövéshez folyamodnak, hogy fizetik le a katonákat, hogy mondják el, hogy amikor mi aludtunk, de nagyon mélyen, akkor eljöttek az Úr Jézus tanítványai, és ellopták a holttestét. Hát, ilyesmit kitalálni, hogy amikor én aludtam, akkor láttam, hogy ezek mit csináltak. Jó, persze, de hát ez annyira átlátszó hazugság, hogy borzasztó. Tehát innentől kezdve ez a nagy tanács csak egyre jobban fogja bebizonyítani, hogy teljesen alkalmatlan az igazi szerepére. Hogy iránymutatást adjon Isten népének. És az apostolok ugye a pünkösd napjától, az apostolok átveszik ezt. És ők mondják az igazságot. És ők mondják a végső döntéseket nagyon fontos kértésekben a továbbiakban. Megértették, hogy az Úr Jézus róluk mondta a példázatot. Ezért otthagyták, és elmentek. És innentől kezdve az Úr Jézus fog tanítani. Bebizonyította, hogy akik bele akartak szólni az ő munkájába, akik ítéletet akartak mondani az ő munkásságáról, azok erre teljesen alkalmatlanok. És az Úr Jézus most még kimondhat néhány nagyon fontos dolgot. Aztán majd éjszakán elfogadják, reggel elítélik, elítéltetik a római helytartóval. És amikor kiderül, hogy az se segít, akkor a nagy tanács még kitalál egy hazugságot másoknak. Az lett volna dolguk, hogy Isten igazságára tanítsák Isten népét. De amikor a végsőkig ellenállnak az Úr Jézusnak, oda jutnak, hogy hazugságra tanítják a pogányokat. És talán ez a legborzasztóbb dolog az egész történetben. Hogy egy karnyújtásnyira volt tőlük a Mesiás. Csak ők azt gondolták, hogy nekik áll feljebb. És ugye itt a bűn gyökere, hogy minél közelebb jön hozzám az Isten igéje, minél világosabban szól hozzám az Isten igéje, annál nagyobb az esélye annak, hogy a bűnös természetem azt fogja mondani, hogy de ebben a kérdésben majd én döntök. Talán még azután is, hogy Isten bebizonyította nekem az alkalmatlanságomat. És a csoda az, hogy annak ellenére, amit itt látunk, ami nem egy különleges dolog, hanem egy általános emberi dolog, a nagy csoda az, hogy mindezek ellenére vannak emberek, akik megtérnek. Akkor tudjuk, hogy ez nem a módszer teszi, nem az ígérdető teszi, nem a bizonságtevő teszi, akkor Isten a másiknak a szívében tesz egy csodát. Amikor mindannak ellenére, hogy milyen az ember, mégiscsak leborul az Úr Jézus előtt, és elfogadja, hogy neked van jogod rólam ítéletet mondani. És onnantól kezdve teljesen más a helyzet. Mert az ítélet igaz lesz, de igazságos is. Viszont az utolsó gondolatsor, megtérni csak Isten igéjére lehet. Ugye a hit az igenlő válasz Isten igéjére. Ott lehet megtérni, ahol Isten igéje szól. Az a jó hír. A rossz hír az az, hogy ahol Isten igéje szól,
ott mindig két esélyes a dolog. Van esély arra, hogy Isten csodát tesz a másik oldalon is, és az illető megtér. De ugyanolyan esély van meg arra, hogy amikor elhangzik Isten igéje, nagyon világosan, akkor a másik oldalon az illető megkeményíti a szívét. És azt mondja, hogy na, ilyen emberekkel, ilyen Jézussal, ilyen Istennel én nem akarok foglalkozni. Ugye ez ugyanaz az ige, amely kétféle választ okozhat a másik oldalon. Előre nem lehet tudni, hogy mi lesz. Illetve mi nem tudjuk előre. Az Úr Jézus tudta. Persze, neki más. De mi előre nem tudhatjuk, hogy a másik oldalon mi fog történni. Megtér, vagy megkeményedik. Viszont csak esféleképpen lehet ezt kideríteni. Hogy az Isten igéjével szembesítjük az illetőt. Nincs más út, nincs más lehetőség. És ugye ez a dolgunk. Isten népének ez a dolga. Azon kívül, hogy magára nézve tekintének látja az Isten igéjét, és igyekszik mindazt betartani, amit Isten nekik mond, amellett az a dolgunk, hogy Isten igéjével, tehát nem a saját gondolatainkkal, nem semmi mással. Isten igéjével szembesítjük az embereket, akik körülöttünk vannak. Persze a megfelelő pillanatban, a megfelelő módon, amikor Isten mondja, hogy na, akkor most, és most azzal az igével, és most. És akkor fog kiderülni, hogy Istennek mi a szándéka a másik emberrel. Nekünk nem szabad soha végső soron lemondani akárkiről is, legközelebb is, ha van rá mód, az Isten igéjével szembesítjük az illetőt, hát ha most fogja tenni az Isten az ő csodáját. De ehhez előre el kell fogadni, hogy az ige hirdetésnek, az ige elmondásának az is lehet az eredménye. Akár időiglenesen, akár véglegesen, hogy a másik megkeményedik. Az benne van a pakliban. És ez az a komoly dolog, amire itt a végén még szerettem volna felhívni a figyelmet. Hogy egy, nem tehetünk mást. Valami módon Isten igéjével kell szembesíteni a gyerekeinket, az unokáinkat, a ismerőseinket, mindenkit. De az eredmény nem a mi kezünkben van. És természetesen imádkozunk, könyörgünk, hogy a gyermekeinknél ebből megtérés legyen, az unokáinknál ebből megtérés legyen, a szomszédoknál, a rokonoknál ebből megtérés legyen. De eldönteni nem tudjuk ezt. Elérni nem tudjuk ezt. És még az is lehet, hogy az eredményt soha az életben nem fogjuk meglátni. Az utolsó szó, a végső szó az jó kezekben van. Az Úr Jézus kezében van. És mindenkiről el fogja mondni a végső szót majd. Az utolsó ítéletnél. És ugye ez nem, hogyan mondjam, borítékos kiosztás lesz. Hanem ez nyilvános lesz. Teljes bizonyosságunk lehet majd arról, hogy a bíró igazságos ítéletet mond. Rólam is, a gyerekeimről, a szüleimről, mindenkiről. Ott majd nem lesz kétség. Amikor ő mondja. Az igazságos bíró. Amen.